Na sziasztok, kérdeztétek már sokszor, hogy hogy lehet ilyen tojásokat csinálni, mint például ugye ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez. Tehát mindegyik ilyen szalvéta ráragasztós módszerrel van csinálva. És kérdeztétek, hogy hogy lehet csinálni, hát én ezt nektek most meg fogom mutatni, mert nagyon egyszerű az elkészítése. Nem kell hozzá sok. Csak egy szalvéta, egy tojás, egy ragasztó, meg egy ecset. Semmi más. Na most akkor. Igen, nem tudom, hogy hogy fog ez látszódni a dologba. Így kéne valahonnan venni. Vagy hogyha... Mindjárt beállítom a tokba, belerakom a GoPro-t a tokba. Így jó lesz. Szépen rátakérjük ide. Ennyi. Ennyi. Már itt is hagytok benne ebbe a kis üzébe, fogba. Valahogy így kéne szerintem ennek állnia. Igen. Kezdjük is el. Fogod a szalvétát. Tojás ugye ide rakod. Így látszódjon már egy valami. Tehát fogod a szalvétát, és elkezded tépegetni. Ollóval is lehet csinálni, de az nem lesz olyan szép. Tehát ha tépeketed, akkor sokkal szebben fog majd látszódni ez a tojáson. Most ez nem, hogy kicsit beletépsz, vagy valami, de így ilyen formákat találsz, és akkor így tépegetsz ilyen formákat rá. Ez egynek jó. Akkor keresel itt, még egyet találsz, még egy ilyen kis tojást. Valamilyen kis húsvéti szalvétát fogjál, ott keresél, otthon biztos van. Vagy ha nincs, akkor elszaladsz a boltba, lehet kapni olcsón ilyen kis húsvéti szalvétákat. Szépen így tépegetsz. Így. Eltépegeted. Itt van még egy, keresel akkor még mondjuk egy ilyen kis csibést, mondjuk ezt a csibét még rá akarod rakni, akkor ezt így kitéped. Így. Például a szemetet nyugodtan ki lehet dobni. Itt egy kis csibe. Akkor még keresel rá valami dekorációt. Mondjuk ezt a virágot. Ezt is így kitéped. Akkor még mindig mondjuk még egy ilyen kis csibét. Keresel rá. Így. És akkor ennyit, kb. Ennyit kell gyűjteni egy ekkora tojáshoz. Szépen elkezded ráragasztani a ragasztott réteget a tojásra, egy keveset, és akkor ezt elkezded kenni. Így. Felét kenjük be. Szépen. Nagyon jó, és akkor most jöhet rá
Az egyik ilyen kis tojáska. Így szépen rárakod, kezecskéddel elsimítod egy kicsit. Így. És utána itt az ecsettel a széleit ráhúzogatod. Az nem baj, ha kicsit megszakad, vagy hogyha kicsit ráncos lesz. Mert ez a végére át fog alakulni szépen. Így szépen. Jó, jöhet a következő ragasztó réteg mondjuk ide. Ezt is így szépen elsimítod. Hogy mindenhova jusson. És akkor rakhatjuk rá mondjuk a kis csipét ide. Ujjacskáddal rá rakod. És akkor most a széleit elsimítjuk. Jöhet a következő ragasztó réteg. Hát halad ez egy idő után, beindulám itt a dolog. Haladunk a korral. Így, mi? És akkor lehet ebből több tojást csinálni, több fajtát, több mintájút. Igazából az már csak a szalvétától függ, hogy milyen a mintája. És akkor így rakhatjuk rá a következő tojást. Rásimítjuk. Széleit rásimítjuk szépen. Ennyi. Van még egy ragasztó réteg. Ugye ez jobb, mint a tojásfestés igazából. Kicsit büdös a technokol. De meg lehet szokni végül is. Erre mondjuk most egy virágot rakjunk. Így. Így. Ujjacskáddal rásimítod. Széleit. Jó. Jöhet a következő réteg, szinte ez már az utolsó réteg lesz, itt az alja. Így, mi? Elkenjük. És akkor erre még egy nagyon kicsit rakjunk rá. Elkenjük. És akkor rakhatjuk rá a utolsó ráélesztést, a kis csibét. Így. A széleit szépen rásimítjuk. És már kész is van a húsvéti tojásunk. Lehet is belerakni a fészekbe.
többi közé. De itt még, álljátok, melyik még lejött egy nagyon pici minta róla, azt gyorsan visszaéleztem. Na. Így, csak közben ragad rá a dujjamra. Na, és akkor ezt rá lehet berakni a fészekbe a többi közé. Ennyi. Megszárad itt, stb. Stb. És akkor olyan szépek lesznek, mint ez. Mint ez. Tehát itt vannak. Vannak is szép kis tojások. Ez volt az ilyen kis húsvéti videó. Húsvéti tojás készítése. Sziasztok!